Azt mondjuk, hogy van egy probléma egy városban, jelen pillanatban Miskolcon, és ugye ez a legfrissebb, úgymond. Vannak pártok Miskolcon, Magyarországon, a szebbik és a jobbik Magyarországért párt, mozgalom, aki a miskolci ügyet megpróbálja elbagatelizálni, tehát olyan szintben feltüntetni, hogy azok az emberek, akik jogsértést érnek el, tehát vagy azok emberek, akik jogsérelm ér, azok az emberek tehetnek róla, tehát bűnbakként próbálják használni ezeket az embereket. Ugye ez Miskolc egyik leginkább szegregált területe, ahol lényegében csak romák laknak, és a miskolci kilakoltatások botránya az inkább ezt a területet érinti, és itt indult el az egész. Amint láthatjuk, rengeteg üres lakás van, úgyhogy maga a folyamat az eredményes, és az önkormányzat részéről mindenképp úgy látszik, hogy végre lesz hajtva. Azonban akik nem tudnak elköltözni, azok jelenleg is itt vannak, és a végrehajtásra várnak, vagy éppen van még szerződésük, de nem sokára el kell hagyniuk a lakást. És milyen kilátásaitok vannak, hogy meg fogják ezt hosszabbítani? Nem hosszabbítják, mert tegnap személyesen beszéltem Ákossal, a Timmer Ákossal. Uh-huh. És akkor ő megmondta így személyesen, hogy nem lesz meg hosszabbítva. Kérelmet még nem nyújtottatok bele? Nem. Még azt mondta, hogy nem lássuk, hogy mi lesz. Uh-huh. Hát mit hajléktalanunk ezt? Mit fogunk csinálni? Annak ellenére, ugye, hogy jogellenes, annak ellenére ugye elkezdte itt az utca elejű a bontást. Azt kellene ugye megnézni, hogy a 260 kész család, aki itt lakik ugye a Számos utcán, ugye abból már több mint 150-en ugye elvándoroltak, uh-huh. ugye meg széllyel mentek, hogy hányan kaptak belőle lakást. Magunkról, mint szervezetről, ugyanez a kommunikáció. Mi nem a problémát kezelni, hanem palástolni akarjuk. Tehát minden egyes olyan jogvédő szervezet, aki mondjuk Miskolcra érkezik rajtunk kívül, azt ellenségként kezeli a város. És akkor ugye jöttek azok a célok, vagy nem tudom, hogy gondolta ő ezt, tehát, hogy bűnözők vagyunk. Bűnöző negy az a Számos utca. Hát nem vagyunk, mint bűnözők. Dolgoztunk, normálisan neveljünk a családunkat, hogy most 21. században nem előrefele fejlődjünk, hanem visszafele. A rendszerváltásnak ugye szokták mondani a szociológusok, hogy a cigányság a legnagyobb vesztese. Hát az elsődleges munkaerőpiacon ők voltak, akik ugye ezt elhagyni kényszerültek az iskolázatlanság miatt. Az, hogy lebontották, ugye, mit tudom, csak egy példát mondok, ugye a Szondi telepet, Békeszállót, és akkor onnan, ugye az onnani romákat ugye betelepítette ide a Számos utcára, és akkor, ha jogosan vetjük, ugye csinált egy gettót. Hát az volt a lényeg, hogy először, amikor elkezdődött, hogy itt patkányok szaladgálnak, meg az, ugye ebből ez semmi nem volt, ez nem fette a valóságot. Most már igen. Most már, ha bejön valaki, akkor mondhassa azt, hogy igen, szaladgálnak a patkányok. Elérték ezt a képet, amit eleve... Így van. Már volt olyan, aki fölakasztotta magát. Ugye teljesen ki vannak idegileg. Ugye tönkrevednek. Semmit nem néznek. Semmit az égvilágon nem néznek. Maga az életkörülményeik miatt ezek az emberek alkalmatlanok arra, hogy gyerekeket neveljenek. Ez egyfajta pszichológiai terror, amit ezekkel az emberekkel szembe támaszt maga a Jobbik. De ez több léptékű maga ez a probléma, hisz hogyha visszavezetjük akár az oktatási szegregációra ezeket a kérdéseket, akkor az állam maga generálja azt a társadalmi konfliktust, ami jelen pillanatban is jellemző akár az országra, vagy egész Európára, vagy a gazdasági hatások, vagy a válság révén. Hogyha kiszorítja az állam, és nem ad teret mondjuk egy újabb 2, 3 vagy 4 generációnak arra, hogy megpróbálja magát felépíteni, hogy megfelelő egzisztenciával, kvalitással, tudással és iskolai végzettséggel rendelkezzen, hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak, akkor, és kinek ő maga rekeszti ki, majd később számon kéri őket, akkor ez ugyanezt a helyzetet generáljuk, és csak pörgetjük és görgetjük magunk előtt ezt a problémát.